Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim! A korábbi adásokban beszéltem arról, miért van éppen 4 kánoni evangélium, miként tükrözik ezek Jézus teljességét, mit emelnek ki külön-külön, mit hangsúlyoznak az egyes evangélisták. Ma pedig arról lesz szó, hogy milyen konkrétan Máté Jézus képe. Noha időben Márk írása minden bizonnyal megelőzte Mátéjét, az evangéliumok kánoni sorrendjében mégis Máté áll elől. Az ősgyülekezet ezt tartotta az egyház evangéliumának, mert Máténál találták a legtöbb életvezetési tanítást, amelynek alapján a kezdetek fiatal, kicsiny és gyenge egyháza meg tudta fogalmazni önmagát, képes volt működni, sőt hatalmasan növekedni is, az ellenséges világban. A még kiforratlan gyülekezet Máténál találta meg legvilágosabban azt, ami a lényege, hogy a sötét, önvesztébe rohanó világból kihívottak gyülekezete, az eklészia, mert ez a szó a kihívottak közösségét jelenti, szóval az eklészia, azaz új Izrael, Isten országa, az ország lét, minden következményével együtt. Ahogy a földi országoknak van államformája, berendezkedése, törvényrendje, polgárai, azoknak jogai és kötelességei, úgy van Isten országával is. Hogy milyen az Isten ország államformája, nem ám demokrácia, hanem monarchia, Isten benne a király, a monarha, hogy milyen a berendezkedése, a törvényei, kik lehetnek a polgári és kik nem, ezeknek milyen jogai és kötelességei vannak. Tehát mindezt az ősegyház Máténál találta a legvilágosabban leírva. Ezért van itt 5 nagy beszédgyűjtemény élén a hegyi beszéddel. Mind erről szól, az ország bebútorozásáról. És ez a tanítás életszükséglet volt a fiatal, kialakulni kezdődő közösség számára. Máténál Jézus művének, az egyháznak a lényege az, hogy Isten jelen van benne, és működik benne. Pontosan ezért van úgy megírva ez az evangélium, hogy az nyitja és zárja, ami az egyház lényege. Én veletek vagyok. Ez a gondolat. Isten az egyházzal van, Krisztus az egyházban él. Az elején azt mondja az angyal, hogy a születendő gyermeket, Jézust, Immanuelnek fogják hívni, ami azt jelenti, velünk az Isten. És ezt a gondolatot ismétli meg Jézus a végén, amikor kijelenti. Én veletek vagyok minden nap, a világ végéig. Ez a lényeg. Az egyház az a hely, az a közeg, ahol Isten velünk, ahol Krisztus velünk. Tehát ez a gondolat keretezi Máté írását. Az ilyen keretet a tudósok inklúziónak, bezárásnak hívják, amikor egy központi gondolat ismétlődik keretszerűen a mű elején és végén, közre zárva az egészet. Máté lényege legelőször is ez az inklúzió. Én veletek vagyok. Ez az egyház. Máté zsidó keresztény, azaz zsidó származású keresztény embereknek írta evangéliumát. Nála Jézus elsősorban Izrael messiása, Izrael reményének beteljesítője, Dávidnak, a legnagyobb izraelitának a fia. A pogány keresztény közösségeknek, tehát a pogányságból megtérteknek író Lukács például másra teszi a hangsúlyt, a pogány emberiségre. Arra, hogy miként teljesedett ki Jézus műve a pogány emberiség családjában. Máté az evangélium minden történéséhez hozzárendel egy-egy ószövetségi történést, mondván, hogy ez és ez azért volt, hogy beteljesedjék az írás,
az ószövetségi szentírás. Így tesz, amikor felsorolja Jézus őseit, így tesz, amikor születéséről beszél. Ehhez hozzáteszi, hogy ezzel az Izaiás 7. fejezetének proféciája teljesedett be az Imánuelről, a velünk lévő Istenről. Amikor Jézus betlehemi születéséről szól, azt mondja, hogy ez meg volt írva Mikeás prófétánál. A Szent Család Egyiptomba menekülését és visszatérését Ózeás proféciájával kapcsolja össze, és így tovább egész végig. Máténál minden azért van, és azért történik, éppen úgy, ahogy történik, hogy beteljesedjék az írás. Beteljesedjék, valóságá váljék, amit Isten ígért az Ószövetségben. És itt van az a pont, ami miatt Máté megírta evangéliumát. Mert ez az új valóság nem a réginek, Izraelnek az egyszerű és problémátlan folytatása. Ellenkezőleg, Jézus fellépésével törés, krízis, válság támad. A válság lényege röviden az volt, hogy azok többsége, akik szerették az írásokat, tisztelték, óvták, vizsgálták a saját írásaikat, a szentírásokat, nem voltak hajlandóak felismerni, hogy mindezeknek a lényege, a középpontja, az üzenete, Isten küldötte Jézus. Nem ismerték ezt fel. Úgyhogy az írásokkal a kezükben megölték azt, akiről az írások szóltak. Mi volt Izrael? Mi volt Izrael lényege, ami egyedülálló módon megkülönböztette őt a világ minden más népétől? Egyetlen dolog. Az, hogy vele van Isten. Ez az Izraelség, hát nem tudom ezt máshogy mondani, lényege. És most ez a lényeg tevődött át az egyházra, azokra a zsidókra, pogányokra vegyesen, akik elfogadták Isten küldöttét, Jézust, és elfogadták azt, amit ő hozott odafentről. Ám ez az áthelyeződés egy fájdalmas válság eredménye volt. Máté Izraeltől tart az egyházhoz. Konkrétan azt írja le, hogyan győzte le Isten ezt a válságot, azt a helyzetet, hogy szeretett népe elutasította őt Krisztusban. Van a múlt, Izrael története, van a jövő, a Szentlélek eljövetele utáni egyház története, és van a jelen, Jézus jelene, ami Máté érdeklődésének középpontjában áll. A jelen pedig egy hatalmas törés, egy tragikus krízis, válság, és ennek a válságnak a meghaladása. Ilyen Máté alapbeállítottsága. Máté a rabbi tanító, a törvény, a tóra tanítója, de hogyan tanít? Olyan gondolkodásra, életre, életvitelre, erkölcsre, magatartásra tanít, amilyet egyrészt Isten kezdettől mindig is akart népe számára, de amely mégis gyökeresen újnak hatott, új mennyei gondolkodásmódra tanít Jézus. Mivel kezdi ő a nyilvános szolgálatát Máténál? Hát egészen mással, mint Márknál, meg a többieknél. Márk Jézusának első szava az, hogy térjetek meg és higgyetek. Lukács Jézusa Izaiás szavaival indítja evangéliumát, mondván, hogy ő, Jézus, a szegények, betegek, foglyok, vakok, süketek megmentésére jött, vagyis mindenkihez, pogányokhoz is. Jánosnál azzal kezdődik a történet, hogy Jézus borrá változtatja a vizet a kánai menyegzőn, megmutatva isteni dicsőségét. Most mindezekhez képest Máté egészen más. Itt Jézus a hegyi beszéddel lép fel először nyilvánosan, mint rabbi, törvénytanító, aki azonban egészen másképp
felnőtt tanít a törvényről, mint korábban tanítottak, vagy mint a rabbi kortársai tanítottak. Hát hogyan? Ahogy mondtam, Máté Jézus beszédeit, amiket ő különböző időkben és alkalmakkor elmondott, összeszedi, csoportosítja témák szerint 5 nagy beszédsorozattá. Ez az 5 beszédgyűjtemény mind egyetlen lényegről szól, arról szól, milyen Isten népe, milyen az egyház, és milyennek akarja Isten az egyházat. Ha természetesen valamennyi evangélium, így Máté középpontjában is Jézus személye áll, akkor ez Máténál éppen ennyire igaz az egyházra is. Máté Jézusa először, másodszor és harmadszor mindenek felett az egyházteremtő Jézus. A beszédek fő mondani valója, ne éljetek úgy, mint Egyiptomban, ne legyetek olyanok, mint Kánaán népe, mint a pogányok, ne hasonuljatok e világhoz. Isten országa ország, de más, mint a földi országok. Isten társadalma ellentársadalom. Ezt tanítja Jézus Máténál kiemelt főhelyen. Nézzük meg ebből a szemszögből az első nagy beszédgyűjtemény, a hegyi beszéd első nagy egységét, az 5. fejezet 1-től 48-as versig terjedő szakaszát, ami nem más, mint Isten országának alaptörvénye, alkotmánya. Hát most hosszú lenne végigmenni részletesen az egész szövegen, úgyhogy csak a felépítését tekintjük át, mert hát ez zseniális. Zseniális. 4 részből áll. Az első rész a 8 boldogság. Az első verstől a 12-esig. Ez egy rövid embertan. Rövid, de tökéletes és komplett embertan, antropológia idegen szóval. Arról szól, hogy milyen az az ember, aki képes, meg akar is belépni abba a közegbe, amit Isten országának nevezünk. Hát egészen más, mint a természetes ember. A hegyi beszéd és a többi 4 jézusi beszéd címzetje is már ez az új fajta, ez az új ember. Hogyan él ez az ember környezetében, a világban? Erről szól a 2. rész. 5. fejezetben járunk tehát a Máté evangéliumában, a 13-tól a 16. versig. Itt 2 dolgot mond Jézus. A boldog mondások új embere egészen más, mint a világ, ugyanakkor szolgál a világnak. Szolgál a világnak, mert só benne. Ahogy a só konzerválja az ételt, ez az új ember is igyekszik védeni a világot a romlástól. Megőrzi, ami e világból megmenthető az Isten ország számára. Tehát szolgál másrészt más, mint a világ. Más ez az ember. Mert világosság e világ sötétjében világít azoknak, akik hajlandók meglátni Krisztus fényét. A 3. egység, amely az 5. fejezetben a 17-es verstől a 20-asig szól, ez arról beszél, hogy milyen ezzel szemben az ember alapjáraton. Milyen az e világi ember? Nem rossz emberről van szó egyáltalán, tehát ezt felejtsük el, nem. Hanem a természetes emberről, a magában vett emberről, aki nincs átitatva Istennel. Milyen ő? Ez itt a kérdés. Hát természetesen szereti a világot, szeret benne élni. És éppen ennek érdekében bizony megalkuszik a világgal, annak adottságaival, kompromisszumokat köt, ösztönösen igyekszik bele simulni a világ rendjébe, adottságaiba, nem akar összeütközésbe kerülni azzal a közeggel, amelyben él, nem akar ütközni, mert akkor sérüléseket szenved, sebeket, fájdalmakat szerez.
Tehát egy kis blitzelés a metrón, egy kis adócsalás, ahogy mindenki csinálja, egy kis puskázás dolgozatíráskor, egy kis elhallgatás disznóságoknak a láttán. Hát nem nagy ügy, ilyen az élet, c'est la vie, ez van, mondogatják. Így adunk felmentést magunknak bűneinkre, kisebb-nagyobb szélhámosságokra és stiklikre, hogy hát mindenki így csinálja. Na már pedig mondja itt Jézus, Isten törvénye érvényes akkor is, ha totálisan szemben áll ezzel a világgal, meg az értékrendjével. Erre ugye mit talál ki az ember? Olyan okos az ember, hogy még a törvényt is képes hozzáigazítani a maga komfortjához, addig csavargatni, amíg úgymond be is tartja, meg nem is zavarja az ő köreit, az ő kis kényelmét. Hát ezért mondja Jézus, hogy kérem szépen, ez nem megy. A krisztusi embernek még a törvényembereit, a tóra embereit is felül kell múlniuk, a farizeusok és az írástudók igazságát. No, itt kezd nekünk gyanús lenni a dolog, hogy ez nekünk így magunktól így nem fog menni. De Jézus még tovább fokozza a feszültséget a negyedik részben, 5. fejezet 21-es verstől a 48-as versig. Jézus azt akarja, hogy értsük, mit jelent felülmúlni a tóra embereinek, a farizeusoknak és az írástudóknak az igazságát. Itt jönnek a nevezetes mondások. Mondatott a régieknek, ez és ez. Én viszont azt mondom nektek, hogy. Jézus néhány parancsolatot hoz példának, hogy megvilágítsa, megmagyarázza, mit ért azon, hogy felülmúlni a formális törvény igazságát. Amit Jézus tesz, az nem más, mint a törvény logikus továbbgondolása. Gondoljátok csak meg, mondja, mi az ölés, mi a házasságtörés, mi a hamis tanúzás. Mondjuk emeljük ki a törvényből ezt a hármat. Az-e, amikor valóságosan megteszitek ezeket a dolgokat, ezeket a vétkeket, ahogy a farizeusok és az írástudók vélik? Hát nem az, nem. Nincs igazuk. Pontosan itt kell nektek felülmúlni őket, ezen a ponton, mert már az ölés, a házasságtörés és a többi, mikor még csak gondoljátok a rosszat a másikról, mikor még csak kívánjátok, ami az övé, amikor még csak szívetekben fogan meg a gonosz kívánság, már ez ölés, már ez házasságtörés, már ez hamis tanúzás, és így tovább. Már ez törvényszegés, hiszen ugye honnan is jönnek ki mindezek a cselekvések? Hát a szívből, a szív gondolataiból. Tehát a szív a lényeg, a szívvel kellene történnie valami radikális változásnak. De képes az ember megváltoztatni a saját szívét? Megtisztítani? A személyisége legmélyét? Nem, egyáltalán nem képes. Ezt csak Isten tudja megtenni. Hát ezt tanítja Jézus Máténál, hogy az üdvösség nem azé, aki erőlködik, sem azé, aki törekszik, hanem a könyörülő Istené. Ahogy Pál megfogalmazza ezt a Római Levél 9. fejezet 16-os versben. Hogy nem a törvénytartása, teljesítménye, érdeme szerez üdvöt az embernek. Hiszen a törvényt úgy, hogy 100%-ig, ahogy Isten akarja, ahogy Jézus tanítja, a szívig lemenően, az ember nem is tudja betartani. Kizárólag Isten, a könyörülő Isten szerzi az üdvösséget. Tehát ember, életednek minden napján, minden erőddel fáradoznod kell a jóért, mégis minden percben legyél tisztában vele, hogy nem ez a te erőfeszítésed a végső, hanem a könyörülő Isten.
Ezt tanítja Jézus annak a zsidóságnak, ugye a kortársainak, akik nagy része éppenséggel nagyon büszke volt a saját vallási teljesítményére, a törvény tartására. Akik a törvényt már eddigre olyan sok emberi rendeléssel bástyázták körül, hogy mit szabad, meg mit nem szabad, hogy akik ezt be akarták tartani egészében, a legelkötelezettebbek, a zsidóság legjobbjai folyton aggályoskodásra kényszerültek, szorongásra, amiatt, hogy mikor sértettek meg véletlenül valamilyen törvényt. Ilyesféle lehetett Pál élete is, és ettől szabadult meg a damaszkuszi úton. Na most ezt az egészet így, ahogy elmondom, tanítani olyan embereknek, akik saját vallási teljesítményükkel vannak elfoglalva, akik azzal büszkélkednek, hogy ők mennyire törvénytartók. Hát ez életveszélyes vállalás volt Jézus részéről. És Jézus mégis ragaszkodott hozzá, hogy ő már pedig csak Izrael elveszett juhaihoz küldetett, és nem a pogányokhoz. Holott persze tudjuk, hogy igazából az egész világhoz küldetett, de azért mondta mégis ezt így, mert tudta, Izrael csak így folytathatja a létét, csak így maradhat Izrael, ha önön teljesítménye helyett az Isten szabadításához fordul. Hát ahhoz, hogy kortársai elviseljék ezt a Jézust, egész addigi gondolkodásmódjukat és életüket meg kellett volna változtatniuk, szembefordulni a régivel, és szakítani vele, és ezt a többség nem tudta megtenni. Ezért volt az a jelenség, hogy Jézushoz, főleg a Tóra peremén, meg a közösség peremén élők, vagy éppen azon kívülállók csatlakoztak nagy számban, vámosok, utcanők, meg akik nem voltak a Tóra elméleti tudói, hanem egyszerűen dolgozók voltak, halászok, szegények és hasonlók. Jézus és a hivatalos Izrael közötti törésnek két következménye volt. Az egyik Jézus kereszthalála, persze. És a másik az, hogy a nép mi volt, az Isten népe titulus, az Izraelség, hát átszállt az új közösségre, az egyházra, a kihívottakra, eklésziára, azokra, akik hittek Jézusnak ebben a dologban, lemondván a saját teljesítmény érdeméről, és átadták magukat Isten irgalmának, legyenek bár zsidók vagy pogányok. Amit Jézus törvényről, erkölcsről tanít, az radikális. A szó szoros értelmében radikális, ugye radix gyökeret jelent. Tehát gyökerekig ható, a bűn gyökeréig ható, vagyis a szívig ható tanítás volt, és szigorú. Ugyanakkor ott van e szigor mellett a totális kegyelem. Mert Jézus tudja, hogy amit Isten kíván, azt az ember nem képes a maga erejéből megtartani. Csak akkor tud közelíteni hozzá, ha Isten folyamatosan hozzásegíti ehhez. A szív megtisztításával, táplálásával, és ha folytonosan, folyamatosan megbocsájtja neki a bűneit. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!